A Dobó István Vármúzeum régészei 2 hét alatt nagyon sok új leletet találtak a majdani szökőkút helyén nyitott szelvényben. Az előkerült leleteknek köszönhetően sikerült tisztázni, hogy a város felőli részen egy 16. századi ház maradványait találták meg, kályha és csempe töredékekkel együtt. Ugyanígy sikerült a másik oldalon látható 2 faszerkezetes épület hajdani funkcióját is meghatározni. A szelvény közelebbi részén egy bőrkikészítő műhely maradványai kerültek elő, cserző és áztató gödrök nyomai lehetnek. Nagyon gazdag bőr leletanyaggal, lábbelikkel, egy balta töredékével, az egyikből láncing maradványa került elő. Azen kívül természetesen nagy számú állatcsont és 16. századi kerámia, mázas kerámia kíséretében. A cserzőanyagnak és az iszappal borított levegőtől elzárt közegnek köszönhetően ezek a 4-500 éves használati eszközök ma is felismerhető állapotban maradtak meg. Így például ez a bőrtalp is, ami még a varrás nyomai, a lyukak is láthatók. Szerdán délelőtt sikerült kiszabadítani a földből a már említett láncpáncél maradványait is. A saját korában is egy drága dolog volt egy láncpáncél. És ez egy ekkora darabját sikerült megtalálni, hát a metszett falba már nem nyúlt be, és emiatt sikerült kiemelni a megmaradt részét. Szintén szerdai lelet, ez a majdnem tökéletes állapotban előkerült kis törökkori tintatartó, de lehet, hogy illatszert vagy fűszert tartottak benne. Az eddig előkerült gazdag leletanyag is azt mutatja, a tér alatt egy másik, a törökkori eger rejtőzik.